Üdvözöllek, ez itt a Minecraft Tippek. Bizony, egy vadonatúj sorozat kezdődik ezzel a résszel, melyben be fogom mutatni a létező legjobb trükköket, mindig minőséggel fűszerezve. Szóval kezdjünk is bele. Tudom, hogy elég komolyan hangzik, de végig fogunk menni mindegyiken. Bakker, első látok a végére. Szóval, egy háznak kettő főbb stílusa lehet, az egyik a fából készült verzió, ami régiesebb, a másik pedig a modern, ami például kvarcból készülhet el. Nézzük meg először a legalapvetőbb bútorunkat, az asztalt. Mert ugyebár minden házban van egy asztal. Mint láthatod, ezeket bármelyik fafajtából megcsinálhatod, szóval könnyű velük a környezethez is alkalmazkodnod. Ezeknek a modern változata üvegből és szőnyegből készíthető el, tehát jól láthatóan még színezheted is őket. Aztán ez már egy kicsit komolyabb asztal, mivel erre még díszeket is pakolhatsz. Egy szőnyeggel és egy lámpással valóban jóval hangulatosabb. De akár lecserélheted őket egy virágra, amivel pedig sokkal elegánsabb. Egyébként néha okozhat fejfájást a lépcsők összefordítása, de addig kell gyötörni a dolgot, amíg nem állnak be a kívánt alakba. Ráadásul egy endrút és egy cserép tökéletes egy lámpa kreálására. Ennek a régiesebb verziója szintén díszíthető sötétebb szőnyeggel, lámpással vagy melegszínű virággal. Visszatérve az endrút használatára, ez a modern stílusban tökéletesen megfelel az asztal lábának. Ráadásul a sötétben világít, hát ez zseniális. Ha ez még nem lenne elég, ki is bővítheted a méretét, mivel a padlóra tett fonalak meg tudják tartani az asztal tetejét. Bónusz tipp, fonállal még a növények növekedését is meg tudod állítani. Viszont most érjünk át a székekre, mivel vagy egy tonnát elhoztam neked. Az első, az kb. Annyira kényelmes lehet, mint az iskolai székek. Viszont ez már jóval jobb a célra, mivel csak egy lépcső, meg két tábla, és a minimalista széket készen is van. Sőt, még írhatsz is az oldalán lévő táblákra, és így mintákat is csinálhatsz. Aztán itt egy eszközkeretes változat, amibe szintén tehetsz dolgokat, illetve itt van a zászlós forma, és wow, ezek tényleg tökéletesek karfának. Valamint ugyebár festményt és csapóajtót is tehetünk az oldalára, bár mit ne mondjak, ez eléggé ilyen boomsli változat. És sajnos az összes közül csak ezt tudod megépíteni modern formában, méghozzá vascsapó ajtókat használva, melyeket redstone fákjákkal aktiválhatsz. Most pedig jöjjön pár kreatívabb székváltozat, amiket megcsinálhatsz csapóajtókkal, vagy őket lappal kombinálva, vagy akár még ajtóval, amit ki lehet párnázni egy zászlóval. Szerencsére a túloldalon mindennek hasonló a megvalósítása, kivéve azt, hogy ott szükséged lehet jó pár redstone fákjára. És íme, ezek már tényleg jóval komolyabbak szerintem, az első csupán egy fotel, és ennek a háttámláját továbbfejlesztve elérhetünk szinte egy trón megépítéséhez. Ráadásul ebbe bele is ülhetsz, ha először azt eléred, hogy a csilla kettő blokk között helyezkedjen el, majd ugatjuk el a két lépcsőt a helyére teszed. Bár ez kívülről nézve sokkal jobban mutat egy világosabb székben. Eljött az ideje, hogy váltsunk a nagyobb díszítő elemekre. Főleg túlélőben nagyon fontos lehet egy ládás szekrény elkészítése, aminek a kinézete egyszerűbb az első módszerrel, a másodikkal pedig ugyebár díszítettebb. Ezekre ki tudod írni gyönyörűen, hogy a ládákban miket tárol szépen. És itt vannak a modernebb változatai természetesen, amiket kinyitva láthatjuk is, hogy nem lehet kinyitni. A nehéz nyomólapot pedig pont erre találták ki, ugyanis a világos környezetbe tökéletesen beleillik, ráadásul így az ajtó automatikusan fog működni. Tovább lépve, itt látható egy láda kiemelése, tehát igen. Egy ilyet is megcsinálhatsz kedvedre, ha van benne valami értékes. De persze mutatok még egyszerűbb díszítéseket, itt van például az üveges, illetve a kerítéses, valamint az endrudas modernebb, és szerintem te is észreveszed, hogy ezek a világos oldalon sokkal szebbek. Viszont ha egy kicsit is használod a kreativitásod, akkor a másik oldalból is készíthetsz mesterművet. Aztán itt van a kemence díszítése, ami a legtöbb esetben vaslapokkal történhet meg. Hát nézd meg, téged nem emlékeztet egy tűzhelyre? Nem véletlen, hogy én csak ezt szoktam használni a kemencékre. De ez egy fából készült házban csak egy ilyen gagyi lehet, miközben a túloldalon látható egy folyamatosan füstölgő kemence, amivel hihetetlenül menő hatást érhetsz el. Most pedig jöhet az enchant asztal művészete. Itt van ez. Ez! Hát szerintem most felejtsd el, ugyanis eleve csak 15 könyves polcra van szükséged, hogy tudjál varázsolni akár 30-as szinten. Egy kis kitérő, ennek a legalább 15 könyves polcnak a most látható blokkokon kell elhelyezkednie, ugyanis az enchant asztal csak ezekből tudja magába szívni a sok értelmet. Amit még tudnod kell, hogy az asztal és a polcok között semmilyen blokk nem lehet,
Még a legkisebbek sem, különben ez az egész nem működne. Szóval, a dizájnokra visszatérve, a felszín felett valami ehhez hasonló kreatívabb kinézettel tudnám elképzelni a helyzetet, de inkább azonnal rá is térek a lényegre. Úgy gondolom, hogy a varázslóasztalnak mindenképp a föld alatt érdemes elhelyezkednie, hiszen ezzel megspórolhatsz millió helyet, miközben egy rendkívül menő kinézetet érhetsz el. Sőt, ezzel a technikával még az enchantolás is jóval felemelőbb érzés lesz, miközben olyan benyomásod van, hogy fölötte lebegsz. Itt látható ennek a régiesebb, illetve a modernebb változata, amik szerintem nem olyan rosszak, de ha még jobban kidekorálod őket, sokkal jobb eredményt kaphatsz mindkét stílusban. A következőkben érkezzen jó pár érdekesebb tipp, melyekben szerintem nem fogsz csalódni. Például itt ez a kiállításszerű díszítés, amivel megszüntetheted bármilyen soroknak az ürességét. Nagyon egyszerű elkészítened, tegyél le egy hordót, rá egy eszközkeretet, majd vele valamiféle itemet, végül egy állványzattal és egy csapóajtóval zárt le. Ugyanez, bár fából van, szépen néz ki modern változatban. Most pedig jöjjön egy komolyabb, ami bármely szobát hangulatát megváltoztathatja, egy akvárium halakkal. Természetesen ezt is piszkosul könnyen megépítheted. Szükséged lesz egy 3x4 blokkos területre, majd középre 2 követ kell letenned, utána azt lapokkal vedd körbe, majd az egészet 4 fablokkal zárd le. Ezután jöhetnek az üvegek, melyek az egész blokkok és a lapok miatt egy tökéletes formát zárnak be. Most töltsd fel az akváriumot vízzel, zsákállatokat és hírnárt tegyél bele, valamint az állatok betelepítése is megtörténhet. Miután megvagy mindennel, az építményed csapóajtókkal és lapokkal zárd le. Nem lehet egy szavat sem, ez így mindkét stílusban tényleg fantasztikus lett. Lehet, hogy neked is van olyan problémád, hogy a falai többsége szinte teljesen üresen áll. Most erre az esetre érkezik pár megoldás, amiket nem építek meg külön-külön, hiszen ezeknek a célja csupán az ötletátadás. Lépcsők és lapok használatával végtelen mennyiségben díszítheted a falat, és itt a lehetőségek száma mindkét oldalon tényleg határtalan. Szerintem az már leesett számodra, hogy a régi stílusnál a könyvespolc használata, a modernebbnél pedig a kék jég alkalmazása néz ki a legjobban. Ezeket kombinálhatod virágokkal, ládákkal és koponyákkal, egészen elképesztő összhatást kapva. És most térjünk át egy kicsit a világításra. Erre a legtöbben fáklyát használnak, és ha te is ezt tartod jó megoldásnak, akkor mindenképp az eszközkeretben lévő üllős díszítését alkalmazd. Bár talán a fényforrások elrejtése a legjobb a célra, ez pedig megtörténhet bármilyen blokkal, ami nem áll a fény útjába. Ha nagyon kreatív vagy, akkor pedig... festményt is alkalmazhatsz. Lépjünk is tovább a kandallókra, melyek közül szerintem a legjobb az ilyen egyszerű és minimalista, de egy tipikus téglakályha is tökéletes lehet a célra. Sőt, nézd, ez biztonságos a kisgyerekek számára. Viszont ami a legnagyobb baj, hogy nem lehet ilyet elkészíteni egy faházban. Na de kérem szépen, eljött az ideje az ágyaknak. Talán ez a legegyszerűbb fajta, könnyen elkészíthető és megvan a maga hangulata, tehát ezt javasolhatom neked bátran. Viszont a túloldalon látható egy teljesen modern változat, aminél felmerülhet a kérdés számodra, hogy hol lehet aludni ebben az ágyban. Egyszerű a válasz, tadám! Ez a szőnyeg teljes mértékben egy takaró számodra, amiből te kiláthatsz, de kívülről téged nem láthatnak. Abszolút a legnagyszerűbb választás minden modern házba, főleg egy ilyen frankó lámpával. De ha te mégis egy fedett ágyat akarsz, akkor én egy ilyet ajánlok számodra. Ez tényleg szuperül néz ki mind a két stílusban, szóval egy nagyobb hálószobába tökéletesen alkalmas. Viszont most jön a mai videó fénypontja, ugyanis bemutatom, hogyan díszítsd egy creeperrel a házad. Ami a legviccesebb a dologban, hogy meg tudod csinálni akár túlélő módban, és a házi kedvenced azt se fogja tudni, hogy hol vagy. Vagy hogy ő hol van. Szóval ez biztonságos, ne aggódj amiatt, hogy felrobbanhatsz. Na jó, egyáltalán nem mondható biztonságosnak, és bőven van rá esély, hogy felrobbansz. De ez a kockázat szerencsére csak addig tart, amíg nem jutatod be a creepert a dobozba. Tehát a művelethez szükséged lesz némi blokkra, egy üstre, 2 dugattyúra, 2 gombra, egy üvegre, 2 csapóajtóra és egy cédulára. Először is nevezd át a cédulát bármi másra, aztán pedig döntsd el, hogy melyik blokkon szeretnéd majd creeperedet otthonodba. Szimplán tedd le az üstöt oda, majd a most látható módon pakolj le blokkokat háromszög alakban, és az üst túloldalán készíts ebben a magasságban egy utat. Ezután az üst fölötti blokkból építs ki egyet-egyet oldalra, illetve 2-2 fel, majd üst ki a középső blokkot, hogy alul látszódjon az a blokk, amin a creeper majd állni fog. Most az üst alá tegyél le egy felfelé néző dugattyút, mellé pedig egy gombot, amivel majd aktiválod. Aztán pedig irány felfele, és pontosan erre a helyre egy lecsukott csapóajtó érkezhet.
Csapjunk is bele, a creeperünk már jöhet. Csupán be kell csalogatnod őt a kívánt helyre, ami a profi előkészületeknek hála pillanatok alatt megtörténhet. Ekkor zárd le a creepert egy üveggel, majd fölé egy lefelé néző pisztont helyezzel, végül egy gombot is tegyél le. Fontos, hogy megfelelő távolságban állj tőle, és ne vezd át a céduláddal házi kedvencedet. Így mostantól nem fog elszpónolni sohasem. Most mindenképp üsd ki a csapóajtódat a creeper mellett. Ekkor jöhet először az alsó dugattyú használata, majd utána a felső aktiválása, és mivel az életed múlhat rajta, zárd le a creepert egy csapóajtóval. Annak érdekében, hogy ne tudjon kijönni belőle, a most látható alsó négy blokkra mindenképp kell valamit tenned, különben pillanatok alatt kijönne. Ezeket tényleg ne felejtsd el, különben könnyen véged lehet. Viszont az új sorozat első része ennyi is lenne, mindenképp írd le a véleményed, illetve egy új videó ötletet kommentben, így akár a következő epizódba te is bekerülhetsz. Most iratkozz fel, ha tetszettek a tippek, valamint a lájkodat is elkapom nagyon szívesen. Ez volt a Minecraft tippek, találkozunk legközelebb.